Ahogy a pólómon is látható, magyar református szeretett szolgálat vagyunk, nem magyarországi, de azt hiszem, hogy ezt Kárpátalján kell legkevésbé magyaráznunk, hiszen ha csak az elmúlt évről beszélek, tavaly több mint 100 kis busznyi adományt juttattunk célba, de nem csak ezekre az adományokra fókuszálunk, természetesen most sem érkeztünk üres kézzel, bébi ételt hoztunk az itteni rászorulók számára, de nem csak az adományokra, a gyógyászati segédeszközökre, a tanszerekre, egyéb orvosi eszközökre kell ilyenkor gondolni, hanem különböző olyan programjaink is vannak, amik, ahogy említettem, nem csak Magyarországon, hanem Kárpát-medence szerte elérhetőek mindazok számára, akik hozzánk fordulnak. Az egyik ilyen programunk, amire nagyon büszkék vagyunk, a Nyilasmisi Ösztöndíj program, ami kiemelten azzal foglalkozik, hogy hátrányos helyzetű fiatal tehetségeket támogat, karol föl. Elsősorban pénzügyi támogatásról szólt az idei évig ez a program, de úgy gondoltuk, hogy minőségi fejlesztés szükséges e tekintetbe, és mostantól nem egy éves, hanem 3 éven keresztül támogatjuk ezeket a tehetségeket, abban, hogy ki tudják bontakoztatni a tehetségüket. Illetve egy mentorprogramot is kapcsoltunk mellé, minden tehetség mellett ott van egy mentor, zenei területen, művészeti ágak, egyéb területein, sport, vagy valamelyik tudományágban jeleskedő fiatal mellett ott van egy-egy mentor. Igen, komoly szakemberek, olimpikonok, zeneművészek, tudományos akadémia tagjai álltak be e mögé, a program mögé, és Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok ombudsmanja, aki támogatja még ezt a programunkat jó szolgálati nagykövetként. És a mentoráláson túl gyermektáborokat is tartunk a fiatal tehetségeknek. Pont múlt héten zárult le Debrecenben ez a tábor, a Nyilasmisi Ösztöndíjasok tábora. Itt megismerhetik egymást, egy picit fókuszálunk arra, hogy az identitásukat erősítsük, és hát természetesen további felkészítésben részesülnek a táborok során, de nem csak a tehetségek számára rendezünk nyári táborokat, hanem olyan rászoruló gyermekek számára itt Kárpátalján, akiknek valóban nincs lehetőségük arra, hogy nyáron kikapcsolódjanak. Nagyon nagy számban támogatunk idős embereket, illetve hát olyan bérből és fizetésből élő itt dolgozó testvéreket, akik mondjuk nem vállalkozók, és nem tudnak jelentősebb bevételt szerezni, illetve a nagycsaládosok, akik ugye most kiemelt támogatotti célcsoport a magyar kormány által is, elsősorban a határon túl élő magyar gyerekeket támogatják. Nekünk ugye tavaly volt a családok éve, idén a határon túli gyermekek éve, nekünk ezek mind fókuszcsoportjaink, úgyhogy én úgy fogalmazok, hogy nekünk idén is tart a családok éve, és tavaly is tartott már a határon túli gyermekek éve. Igyekszünk mindazokat támogatni, akik hozzánk fordulnak, vagy látókörünkbe kerülnek, nagy családosokat. Természetesen bízunk abban, hogy előbb vagy utóbb rendeződnek itt a politikai és gazdasági körülmények, amik lehetővé teszik majd azt, hogy gazdasági fejlődésnek induljon ez a régió, de egyelőre hosszú távra rendezkedtünk be, nem tapasztalunk olyan jeleket, amik arra mutatnának, hogy ne lenne szükség a heti, napi jelenlétünkre a régióban.